Sziasztok, köszöntök mindenki! Sziasztok, köszöntök mindenkit egy újabb videóban. Ma nem más, mint vlog videó következik, mivel azt ígértem, hogy lesz ismét, tehát minden héten lesz egy vlog videó, ezért most eljött az ideje, hogy vlog videó legyen. Tetszik a hátterem? Nekem annyira nem, de nem voltam elég kreatív. De majd leszek, csak legyen hozzá kedvem és időm. Illetve Deepco reklám. Így, hogy lássátok. Igen. Reklámozok itt minden márkát, baszki, minden francot, és még támogatóim sincsenek. Nem is kell, lesz a szarom őket. Na, azért jelentkeztem be a Steamre, hogy játszak. De amúgy nem, mert azért videózok most, hogy kicsit informáljalak titeket arról, hogy hát a GTA 5 videók nem épp olyan iramba jönnek, ahogy én azt szerettem volna, mivel múlt héten is az volt a problémám, hogy hiába 11-től dolgoztam, sokszor elmentem 9-kor vagy 9 előtt már, így reggel nem volt időm vele foglalkozni, illetve nem tudtam úgy hozzáállni, hogy legyen videó, így csak nagyon ritkán volt. Ezen a héten ismét 9-től dolgozok, úgyhogy itt megint problémás a helyzet, mivel kb. 1 óra idő van, ami tudok videózással vagy bármivel foglalkozni. Csak ez idő alatt van más tevékenység is, amit el kell végezzek. Ezért van az, hogy nem feltétlen tudok videózni. Most telepítem éppen a Project Cars-t, hanem ma, de holnap biztos, hogy lesz belőle videó. GTA 5, hát hogyha ma lesz Project Cars videó, akkor holnap lesz GTA videó. Hanem akkor csak holnap után, mivel én csak reggel tudok videózni, mint mondtam, délután nem érek rá, ma is megyünk vásárolni barátnőmmel össze-vissza, úgyhogy az ma kilőve. Még egy gyors vlog videóra volt idő, ezért van most vlog videó. Igen. Mit akartam még mondani? Jövő héttől viszont, ha minden jól megy, akkor visszaáll a rend és lesz videó. Előfordulhat, hogy nem is egy, mivel akkor tényleg 11-től megyek dolgozni, és szerintem akkor már nem fog semmi megzavarni, hogy nem fogom tudni csinálni, amit szeretnék. Így akkor számítani lehet majd a napi egy videóra. Nem biztos, hogy mindig GTA 5 lesz, de valószínűleg, hogy az lesz minden nap. Lehet, hogy lesz mellette még más, és ez majd elválik. Igen, voltak kérdések, nagyon keveset kértek, Facebookon egyáltalán nem kérdeztetek, YouTube-on szinte azt hiszem ott se, üzenetbe írtatok YouTube-on is, illetve mailt írtatok az admin@kockozona.hu-ra, amit ugyanúgy lehet ott is írni, szóval nem probléma. És mi volt az egyetlen olyan értelmes kérdés a sok közül kettő, hogy mivel foglalkozok? Hát igen, én nem a nyuci meg a puci tartja, hanem dolgozok két munkahelyen. Tehát az egyik helyen egy számítógépes cégnél vagyok, ott rendszergazdaként, illetve van egy másik cég is, aminél ismét rendszergazda vagyok. Azt nem szeretném megmondani, akinek meg vagyok Facebookon, úgyis látja, hogy hol dolgozok. De úgyse veszek fel mindenkit, nem igazolok vissza. Na, szóval ez így működik. És ezért van az, hogy a programon kicsit változó, mert mikor, hova, hogy kell menni. Illetve még emellett mást is szoktam csinálni, be segítek a zeladásba, a szervizelésbe. Például most egész héten padlót voltunk lerakni, a másik cégnél mentem, mert hívtak, hogy nem megyek segíteni, mondtam, de hogy nem megyek segíteni, és egész héten azt csináltuk. Ezért is volt az, hogy hiába 11-től dolgozok normálisan, én már 9 óra után már elmentem, és egész estig nyomtuk az ipart. Na, szóval ez így működik. Emellett még szoktam grafikai munkákat csinálni Photoshopban, illetve animációkat készíteni. Ez mostanában sajnos egyre ritkábban van, mivel tényleg nincs időm rá. Bár nagyon szeretek vele foglalkozni, és erre is rá fogok állni ezen a nyáron, hogyha minden jól megy jobban. Hát kb. Ezzel foglalkozok. Illetve csinálom nektek a videókat, mikor van időm rá. Ezért nincs sok videó, mivel nincs sok időm. Emellett, igen, albéletben lakok barátnőmmel, már több mint 3 éve, volt ilyen kérdés is, legalább most már tudjátok ezt is. Kérdeztétek, milyen autóm van, kis autóm van, amit szeretnénk most eladni, tudtok bevőt, intézzétek hozzám, olcsón megkapja. Igen. GTA 5-ről beszéltem, szóval körülbelül ennyi is lenne, ez egy ilyen kis vlog helyzetjelentés volt.
Ja igen, még kérdeztétek, hogy már ha megvan eredetiben a GTA 5, miért nem megyek játszani online? Hát ez azért van, mert én csak reggel játszok, olyankor a normális emberek alszanak, vagy akkor kelnek fel és készülnek menni munkába, vagy iskolába, és olyankor kurvára nincsen kivel játszogyak online, úgyhogy ezt értsétek meg, sajnos ez van, nem sajnos, sajnos ez van. Próbálom majd ezen kicsit változtatni, lehet, hogy esténként majd fogok játszani éve óba, hogyha barátném látom, hogy jó kedvében van, és van kedve a haját egyenesíteni, vagy mit tudom én, és akkor úgy el tudunk csapni fél órát, egy órát, míg ő készülődik, csinálgatja a dolgait. Mert máskülönben most milyen az én ülök a gép előtt, játszok, én meg punyad az ágyon a laptop előtt, és unja el magát. Tehát értitek, ez nem így működik, párkapcsolatnál ilyen nincs. És nem is kell, hogy legyen, mivel legalább mikor azt a kicsi időt vagyunk együtt, legalább akkor foglalkozzunk egymással, ne videózással, meg játékkal, meg ilyen dolgokkal foglalkozzunk. Igen. Ez a vlog videózás amúgy lehet, hogy picit jobban be fog indulni ezután, mert vannak ötleteim, amivel fel tudnánk dobni ezt az egészet, és kicsit megcsavarjuk az egészet, mivel nem, mondjuk az is igaz, hogy nem igazán követtem a magyar YouTube-osoknak a sorsát, lássam ki mit csinál, nem igazán nézek senkinek a videóit, de én úgy random bebekattintok egy-egy csatornára, és hogyha látom, és látom, hogy mit csinálnak, és olyasmit, amit én szeretnék, nem igazán láttam. Mondjuk úgy elég sok munkám lesz egy-egy videóval, de ha tetszeni fog, akkor megéri. Mivel ha nektek tetszik, én örülök, ha én örülök, több videó lesz. Tehát ez így működik. Na, hát gyakorlatilag ennyit szerettem volna. Bármi kérdésetek van, üzenet, e-mail, bármi komment, gyakorlatilag bárhol lehet írni. Az enkorosaknak like, mert ők azonnal megjegyezték, hogy jól felhízlalt az asszony, ez így van. Kinek nem tetszik, ne nézzen. De inkább legyek kicsit pufi, mint hogy legyek olyan, mint a kis ujjam, bazd meg. Na, hát gyakorlatilag ennyi volt akkor ez a videó. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!